Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A nagy örömünkre szolgál, hogy Omkár Veres András és tanítványai megtisztelték jelenlétükkel a templomunkat. A darma beszéd megkezdése előtt mondjuk el az Óm Nám mantrát közösen hétszer. Szépen. Most felkérem Omkára Veres Andrást, hogy tartsa meg vezető tanítását. Ahogy emlékeztek, ez egy második rész, úgyhogy ott folytatnánk, ahol legutoljára abbahagytuk, És ahogy beszélgettünk Sunimmal a múltkori előadásról, valami olyasmi jött ki, hogy nagyon sokat foglalkoztunk az előadásban az út végével, és talán egy kicsit kevesebbet azzal, ami pont itt van előttünk, amit pont most kellene megtennünk. És úgy gondoltam, hogy a mai napon, bár a kiteljesedési utakról beszélünk, illetve az út végcéljáról, talán többet kellene beszélni arról, hogy holnap reggel mi csináljunk, vagy ma este mi csináljunk. És ide próbáltam egy kicsit igazítani a gondolataimat. Ha visszagondoltok, hogy milyen kérdések merültek fel az elmúlt előadáson, nagyon gyakran, teljesen hétköznapi, szinte úgy látszott, hogy az előadáshoz nem is kapcsolódó kérdések merültek föl, ami a hétköznapi élet pillanatnyi akadályairól szólt. Talán, ami nagyon kevés fókuszt kap a mostani időkben, az a tanítónak a jelentősége. Éppen ma foglalkoztam azzal, hogy volt egy fiatal beteg fiú, akit elhoztak hozzám 1995-ben. Fűzőbe hozta el az édesapja, és az orvosok azt mondták, hogy valószínűleg egész életében a fűzőt viselni kell. Most gondoljatok bele, egy csinos fiatal ember, hogy tud kapcsolatokat létesíteni az életben, ha a kedveséhez oda megy, és rögtön azt látja, hogy várja, leveszem a fűzőmet. <laughs> ez lehet, hogy egy kicsit megmosolyogtató, de másnak viszont lelki problémát okoz. És ez a fiatal ember hihetetlen akaraterővel elkezdte gyakorolni a jogának azokat a gyakorlatait, vissza-visszatérve hozzám, amik Visszaadták neki nem csak az egészségét, nem csak a fűzőjét dobhatta el, hanem nem sokára jogaoktató lett. Majd elsodorta az időtőlünk, mérnök lett, specialista, és öt évvel ezelőtt visszatért hozzánk. Ő az értékes tanítvány, aki megjárta a világot, rengeteg jogaintézményt láthatott. Külföldi országokat, specialista lett, visszatérve, most már következetes, sivánanda gyakorló lett. Minnyáján szeretnénk valahol megspórolni azt az első 12 évet, amit a tanító lábainál kell eltölteni, és meghatározott programon keresztül menni. Talán, ami nagyon nagy, Nehézséget is jelent nekünk, hogy mivel töltsem el az időmet két szunim találkozás között, vajon megtudom-e, kibírom-e azt a 12 évet, hogy én is egy szép napon mester lehessek. Aki soha nem volt tanítvány, abból soha nem lesz mester. A tanítványsághoz pedig hozzátartozik az alázat, a tanítványsághoz hozzátartozik a fegyelem, a tanítványsághoz hozzátartozik az engedelmesség, és ez az első lépés, amit általában figyelmen kívül hagynak. Figyelmen miért legyek én engedelmes? Miért legyek én fegyelmezett? Annyi sok klassz dolog van az életben, miért tartsak én be bármit? De így viszont nem lehet előre haladni az úton, mert maga a spiritualitás ösvénye ugyanolyan, mint az a szép ház, ami ott épül. Nem azzal kezdték el az apát lakot, hogy fölrakták a záró gerendát, hanem először alapot raktak, majd várni kellett egy darabig, hogy 28 napig annyira megszilárduljon az a beton, hogy rá lehessen tenni a házat. Ilyen a spiritualitás is. És a spiritualitás bármelyik ösvényéről beszélünk, akár buddhizmusról, akár sivánanda jogáról, ezeket az alapokat le kell rakni, és bár nagyon sokan beszélnek arról, hogy a szamádinak melyik szintje hogy néz ki, sokkal többet kellene beszélni arról, hogy a következő egy évben mit csináljak, és ne csak, hogy mit csináljak, hanem mi az, ami engem minden reggel rá tud venni arra, hogy letegyem azt az egy téglát a napi gyakorlásomat. Igazából beszélhetnék, és ha majd kérdeztek, beszélni is fogok arról, hogy hogyan jönnek ezek az építő kockák egymásra, és hogyan jut el odáig az ember, hogy először csak 20 percet tud meditálni, majd egy órát, majd két órát, majd három órát, majd öt órát, és soha ne felejtsük el azt, hogy két, egy két 20 perces és egy 40 perces meditáció az nem ugyanaz. Sokkal mélyebbre jutsz el a 40 perces meditációban, mint a két 20 percesben. Tehát ezt a kockáról kockára való építkezést, ez egy művészet, amithez olyan elkötelezettség és olyan tanítványi alázat szükséges, ami Elvétve található a mai világban. És soha ne felejtjétek azt se el, hogy egy nagyon megterhelt generáció vagyunk, mert Tibetben, abban az ingerszegény környezetben néhány információ az, amit odafúj a szél az emberhez, ti viszont mennyit kaptok? És honnan tudjátok ab, arról a tengernyi információról, hogy mi a fontos? Mi a lényegtelen? És így tudjuk elkerülni, ha van tanítónk, amit a Himalájában is szoktak mondani nekünk, hogy ha, ha azt mondom, hogy menjél egyenesen, akkor miért kérdezed meg, hogy miért nem mehetnék 33 másfajta úton? Azért, mert a tanító már lát téged, hogy milyen, milyen vagy, tudja, hogy neked mi a következő lépés, és a joga könyvből, meg buddha tanításaiból nem biztos, hogy ki fogod találni, hogy mi lesz a következő lépésed. Azért van mester tanítványi láncolat, hogy te, téged segítsen valaki az úton, hogy végig tudjad járni ugyanazt az utat, amit a fölöttünk lévő mesterek végigjártak. Szvámi Sivananda a mesterünk különleges lény volt, nem csak ki tudott teljesedni, hanem képes volt kiteljesedett mestereket is nevelni. Ezzel az örökséggel kell nekünk gazdálkodni, és hogy túl hosszú ne legyek, azt kérem benneteket, hogy ezekről az építőkockákról beszéljünk. Bár lehet természetesen a hétköznapi dolgokról is beszélni, hogy elhagyott a kedvesen, mit csináljak, visszajött a kedvesen, mit csináljak, fájahasan mit csináljak. Ezek a hétköznapnak részei, de sokkal fontosabb és sokkal nagyobb értéket tudtok kapni a mai este folyamán, hogyha akár szunimtól, akár tőlem olyan kérdéseket tesztek föl, ami a ti holnapi cselekvéseteket segíti, a jövő havit és az év végét. Nagyon szépen köszönjük. A magam bevezetőjében szeretnék egy pár módszertani, praktikus szempontot felvetni. Az első az, hogy Sokféle út létezik, és ha keresel, akkor rengeteg külső formával találkozol. De valójában csak kétféle út van. Az egyik, ami a megszabadulás irányú út, a másik, ami nem az. Most rögtön a szemetekből azt látod, hogy nekem, nekem az kell, amelyik a megszabadulás irányú út. Hát szunim, hát azt, légy szíves, hát tanítsd! A kérdés az, hogy valójában mit akarsz. Először hallgassd meg, hogy pontosan hogy működik az egyik, és hogy működik a másik. A nem megszabadulás irányú út követhetőbb. Úgy működik, mint az okos kocsis, a ló, meg a répa. Az okos kocsis nem veri a lovat belógatja elé a répát, a lónak megtetszik, elindul, viszi a kocsist, viszi a répát. És amíg ez fönnáll, addig te húzod a szekeret, és a répát nem fogod elérni soha. Nagyon sok szervezet vallás, nagyon sok hagyomány keleten és nyugaton is így működik. Az igazi kérdés az, hogy elérünk-e egy olyan pontot, amikor egyé válik az alany, az állítmány és a tárgy. Az ember, a célja és az odavezető út. Ha ez az egyé válás bekövetkezik, akkor szükségszerűen a nem kettősség útján jársz, valahol az ürességet fogod tapasztalni, és az egyéválás folyamán megszűnik a ló, a répa és a kocsis közötti különbség. Mert egyszer a ló megáll, hátra néz és felnyerítve az sugározza a kocsisnak, hogy ne szórakozz. És akkor oh, a kocsis ráébred a játszmára, leesik a répa az útra, és akkor végre a ló megeszi. Tehát ha olyan gyakorlatot folytatunk, ahol te, a gyakorlás és a cél végig különböző marad, akkor nem éred el a megszabadulást, mert a csepp sosem ér vissza az óceánba. A forma mindig el fog különíteni a lényektől. Azon dolgozunk a megszabadulás irányú útnál, hogy ez a pohár nem töröm szét. Úgy megtanítsa a vizet, hogyha lehúzom róla az üveget, a víz pohár alakban ott marad. Miért? mert a lélek nem lesz mindig testben a víz nem lesz mindig a pohárban megkérdezték egyszer Kalurinpocsét a jelenlegi Dalai Láma egyik nagy tanítójá Rinpoche mellett Rinpoche, én körülbelül már 20 éve gyakorlok és folyamatosan tudom figyelni a lélegzetemet nem veszítem el a lélegzet tudatosságát hogy fogok újra születni és Kalurin néz után egy milyen gyönyörű szemek kisugárzása, mosolya van, habozás nélkül azt mondta, krokodil. De miért? Rinpocse, hogy? Hát a krokodil ugyanezt csinálja, hogy egész nap ott van a forró sziklán, vagy a parton, és figyeli a lélegzetét, és nem mozdul. Hát kivéve, hogyha mondjuk vadászik. Azért kell hangsúlyoznom, mert a nyugat elképesztően érdeklődik a technika iránt. És a technikával, a módszerrel egy olyan célt akar megvalósítani, amely nem a saját önvalója, nem a felébredés, hanem egy bizonyos egészségi állapot, tudatállapot, élethelyzet és egyéb elérése. Tehát a nem megszabadulás irányú utak tárgyasak, énesek, és most nehogy azt így, hogy az én az egy rossz dolog. Nem, az én az éppen olyan, amilyen gondolataid, érzelmeid, beszéded és cselekedeteid vannak. De amíg te és a célod az különböző, addig nem fogsz megszabadulni a saját önképed bilincsétől. Ezért mondom, hogy a megszabadulás irányú utak nehezebbek, tárgyatlanok, mert végre ennek a víznek meg kéne tanulni a pohár nélkül létezni, mert akkor a tanítód megtanítja, hogy bizony a pohár el fog törni. Bizony a test el fog hagyni. És hogyha csak a lélegzetedet figyeled, meg mondjuk a testtartásodat, akkor semmit nem fogsz mentálisan elérni. Tehát hogy válik a tudat önállóvá? Csak úgy, hogy a víz megtanul pohárként létezni, ha éppen erre van szükség. De hogyha kancsóként kell létezni, akkor azt a formát veszi föl. Miért? Mert a karmád az energia és információ kombinációja, és hogyha te tudatos vagy, akkor az energia és az információ nem válik szét. Teljes tudatossággal tudod vezérelni a lelket, hogy most emberi lélek vagyok, emberi testben vagyok, emberi karmát hozok létre. Ennek a meghaladása az, hogy mindez választhatóvá, alakíthatóvá válik. Az a paradox, hogy a célt akkor éred el, amikor a közted és a cél közötti távolság megszűnik. És ez nem úgy van, hogy itt elérek valamit, meg akarok kapni valamit. Valamilyen határozott egoitással szeretnék válni, mert akkor még mindig te vagy a ló, a répa és a kocsi is. általában te lónak érzed magad, mert a kocsi is nem látod magad mögött. Tehát, hogyha a gyakorlatod annyira fix, hogy mindig csak mantrázol, de a mantra sohasem oldódik fel a csendben, akkor az a gyakorlat végig tárgyas marad. Hogyha a kérdés, a mi ez kérdés, nem oldódik fel a térben, akkor az mindig tárgyas marad. A zen egy baltaékszerűen egyszerű gyakorlatot kínál. Legyen az a tér és a hangfigyelés, ami a legeszköztelenabb dolog, hiszen csak lélek tudat van, ezt a lélegzet köti össze, és figyeled a hangot, figyeled a teret, és rájössz, hogy semmi más nem zavar, csak a saját sztorid, a saját narratívád, a saját énséged, az a drágalátos, aki jobb mindennél, mert okosabb, meg érzelmesebb, meg intelligentsebb stb., és pont ez a sztori, ami téged illet, amiből te vagy, az a probléma. Az az a cseppecske, amelyik nem hajlandó tudomásul venni, hogy egyébként már az óceánban a helyem, és vissza is tudnék cseppenni, de nekem még mindig kell az a speciális fotonnyalába, napfényből, amitől én, én vagyok. Az úgyis ott van. Ahhoz nem kell elkülönülnöd. Tehát, hogyha a tiszta, térszerű, tükörszerű tudat kell, akkor ahhoz bizony egy út vezet, de ez az út olyan, mint amikor a buddha szavaival élve a tutajjal átmész a folyón, és a tutajt ott hagyod, és utána továbbmész tutaj nélkül a másik parton. Ezt a nyugat ott érti fél, hogy hát akkor nekem nincs is szükségem a gyakorlatra, hát bemegyek a kocsmába, rendelem a sört, így leteszem az alátétre, és ott van a pillanat. Na ez a kocsma buddhizmus. A jó pár ezren beleestek ebbe, hidd el. Tehát a gyakorlatra úgy van szükség, mint a jó segítőre, tegye feleslegessé magát. De ha kell, azon nyomban visszahozod, hogy a tükörről a foltot távolítsa el, a tudatból a tárgyat távolítsa el, és vissza tudj térni ide. Ez a megszabadulás pontja ez az egy év ahol az énség feloldódik a nem énben, az egészben, ahol a csepp visszatér az óceánba. Szumszán zemmestert egyszer megkérdezték, hogy miért nem gyógyítja meg önmagát. Tényleg szívbeteg volt, akkor már cukorbeteg is volt, Amerikában kórházba került, és az orvosok, akik már azért a meditációval a 80-as években ő tisztában voltak, rákérdeztek arra, hogy ugyan már. És akkor előtte volt az a tárgyas meditáció, az a fajta célorientált, nem megszabadulás irányú meditáció, amiről csak azt mondta az orvosoknak, hogy igen, ha felmennék a hegyre, száz nap alatt meg tudnám gyógyítani a szívemet. És miért nem teszi? kérdezték az orvosok. És erről azt mondta, azért, mert nem lenne helyes tanítás. Jó, tehát nagyon fontos látnunk azt az irányvételt, azt a célképzetet, amit tényleg csak egy érvényes hagyomány tükrében tudunk meglátni. És el kell dönteni, hogy pontosan mit akarsz azért, hogy ne csald meg magadat és másokat sem. A felébredés semmivel nem pótolható. És amikor hozzám hoznak a fűzős ekvivalens ö, nyomán olyan gyermekeket, korai felnőtteket, idősebbeket, akiknek konkrét problémájuk van, akiknél nagyon nehéz lelki vagy testi helyzet van, legtöbbször azt kell mondanom, hogy keressenek szakembert. Keressenek terapeutát, keressenek olyan szakorvost, akivel annak a segítségével a tüneteket lehet enyhíteni, és akkor alkalmassá válik az illető arra, hogy ténylegesen zent gyakoroljon, ténylegesen visszatérjen a pillanatba, az egyévválás teli ürességébe, vagy üres teljességébe, és ezáltal a hagyomány által kínált utat járhassa. A zen nem pszichológia vagy pszichiátria. Nem feltáró technika. A zen az ennek a pillanatnak a tisztaságát tanítja az eredeti tudat tapasztalatának birtokában. Itt is különböző erősségű gyakorlatok vannak, mert a leborulás az nagyon-nagyon megmutatja, hogy testtel, a testmozgásával te mennyire le tudod tisztítani a mikrokozmikus energiakört, mennyire a szimbolikus, szakrális gondolkodásodban a buddhát, a bóthiszatvákat magad fölé tudod emelni, mennyire el tudod tüntetni saját magad fontosságát az univerzummal szemben. A mantra, mint éneklés, elképesztő fontos azért, hogy a helyes hitrendszer értékrend és életrend kialakulhasson benned. Hogy megvédd a tudatodat a saját elméd ártóhatásaival szemben. Hogy egy adott teljesen kaotikus pillanatban a zajt ki tud zárni és a jelt meg tud tartani. És azért, hogy a megfelelő spirituális hierarchia kialakulhasson a lényedben, bizony a mantra praxis fontos. De tudod-e most csak a tücsök ciripelését hallani? És a madarak énekét? Ez a kérdés. Akkor gyakorolsz helyesen, hogyha te használod a mantrát, és nem a mantra használ téged. Már egyel egyszerűbb a nagy kérdés feltétele, a mi ez kérdés. És ez irányulhat az eredeti tudatra, ez maga tárgyatlanságában egyszerű, tiszta, és amikor a verbalitás már működött eleget, akkor egyszer csak szó nélkül fel tudott tenni a kérdést. És ott van a tudat, a teljes nyitottság állapotában, hiszen a kérdés kinyitja. A kijelentés egy tárgy felé irányítja, a tiltás leválasztja, a felszólítás sürgeti, és az abszolút értékűnek kikiáltott kijelentés a dogmatika börtönébe zárja. Ezért, hogyha nagyon komoly gondolati, érzelmi ragaszkodással találkozol, akkor a kérdés ott nem fér meg. Akkor a kérdés zavaró, a kérdés felesleges, a kérdés tiszteletlen. És hogyha te a saját magad lelkében a kérdést nem bírod el, akkor nézd meg, hogy mit őrizgetsz. Mi az, amit védesz? Mi az az én elem, amit nem vagy hajlandó meglátni? És hogyha mersz kérdezni, akkor a tudatod előbb-utóbb leválasztódik a ragaszkodásairól, a hamis azonosulásairól, az illúzióiról, leginkább a hamis önképről. És ekkor lépsz a megszabadulás útjára. És igen, van tárgyas kérdés az ember. Hogyha elé kerül egy nagyon rusnya karma, a saját tudatod tükre elé, kérdezz rá nyugodtan, hogy mi ez, honnan jön, és hogyha a tükör elég tiszta, akkor kirajzolja annak a karmának az eredetét és a következményét. Ezt hívjuk karmikus hálózatnak, a hagyomány így is hogy indra hálója. Tehát indra az összes lény közötti összefüggést, az összes jelenség közti összefüggést tanítja. Ő egyébként az Isteneknek a nagyfőnök, egyfajta csoportfőnök, aki minden összefüggést lát. Ez az indra hálója. És hogyha a tárgyas kérdést fölteszed, és előtte már a tudatod elég tréninget kapott ahhoz, hogy mozdulatlan maradjon, és a saját dualisztikus karmáddal, érzelmekkel és gondolatokkal ne zavard a saját tisztánlátásodat, akkor a dolgok látszólag maguktól elkezdenek a helyükre kerülni. És hogyha ez így van, akkor az azonosulások megszüntetésével a lélek energiaszintje megemelkedik, mert az információ tartalma csökken. És hogyha kritikus energiaszint fölé emelkedik, akkor tapasztalja az egyévállást. Általában ennek a pici részleges tapasztalatának a birtokában is elkezdünk már többet gondolkodni, mert hirtelen lett let anyag, hirtelen megváltozott valami, és elindulunk visszafelé az entrópiába, az információ sokságába, feldúsulásába, és így az energiaszintünk megint csökken. Tehát az a, az a, praxis, ami a gondolkodás elé visszavisz, ami a dualitások elé visszavisz, ami az én képzett meghaladását célozza, a szükségszerűen üresség természetű, szükségszerűen megszabadulás irányú, és nem cserélhető fel azzal a tárgyas gyakorlattal, amikor te valamit testileg, lelkileg el akarsz érni. Hogy én ilyen akarok lenni, ez akarok lenni, ettől akarok megszabadulni, és a többi hogyha a tudatod elég erős és elég tiszta, akkor tényleg úgy tud működni, mint egy tükör. Látja a jelenségeket, de nem azonosul vele. Felismeri a helyzetet, helyesen teremt kapcsolatot, és megfelelően működik. Hogyha ennek a tükörnek a működése rendellenes, akkor elkezd ahhoz a fémlaphoz hasonlítani, amelyben ugyan van egy tekercs, amitől ő meleg lehetne, forró lehetne, mint egy platni. De nincs benne elektromosság. És ezért a rácseppenő víz egyre vastagabb jégkérget képez, nincs elég tisztaság, nincs elég energia, és a jelenségek rádrakódnak, amikor gyenge vagy, még gyengébb leszel. Hogyha hamis azonosulások kezdenek el kialakulni benned, azok még többet fognak nemzeni. És hogyha egyszer csak egy kalapáccsal megütik ezt az elképesztően merev és hideg fémet, az törik. Ez a sok, ez a válság, ez a dráma. És ekkor, mivel a rádrakódott karmától nem tudod megkülönböztetni magadat, ezért szenvedsz és szenvedtetsz. Hogyha bekapcsolod a meditációnak a hőszálát, a fűtőszálát, japánul a meditáció azt jelenti, hogy a tudat felfűtése. A lélek energiaszintjének a megemelése előbb-utóbb a tudatszint megemelkedésével is jár. Akkor elkezd a főzőlapról leolvadni a jégkéreg. És hogyha rácseppen egy akármilyen csepp folyadék, a forró azon azonnyomban elpárolog. Ez az a tudat, amely kellőképpen éber, kellőképpen jelen van, nincsenek torzulatai a szeretem-nem szeretem hullámzásában. És éppen ezért meg tud szabadulni úgy, hogy közben a jelenség világban él. Hogyha még forróbb a főzőlap, akkor már ahogy cseppen lefelé a folyadék, a felszálló hő már elpárologtatja. Hogyha nézd meg, hogy a te főzőlapod milyen állapotban van. Nagyon forró, átlagosan forró, hideg vagy fagyott. Aki fagyott, az állandóan sérül és sért. Aki átlagos, ott mindig van egy kis folyadék rajta, előbb-utóbb ott elgőzölög, de a folyadék ott van rajta, és itt folydogál. Aki hideg, vékony jégkéreg. Aki fagyott, azon sok-sok jégkéreg. Nézd bele magadba, hogy vagy. Köszönöm a figyelmet. És most tiszteltel várjuk a kérdéseiteket. Nálam a meditáció nagyon-nagyon súnyi módon működik. Én évek óta gyakorlok, és soha nem kapok a gyakorlat közben valamilyen feedbacket, visszajelzést, hanem csak azt veszem észre, hogy akár az elvonulás a meditációk közötti szünetben, vagy otthon, vagy az életben kint, jobban működöm, és jobban tudok együtt működni. Nem vagyok elégedetlen, csak picikét zavaró, hogy ezek a visszajelzések, amikről olyan sokszor szó van, dínok, amik szembe jönnek, amire rá kell kérdezni. Ezek mivel nem jelentkeznek, ezért úgy érzem, hogy ilyen kis útjelzők, kis visszerezések hiányoznak, és nincsenek kapaszkodók, hogy hol is tartok valójában, hogy jó az, amit csinálok. Lehet, hogy elégedetlenség, lehet, hogy túlzott kíváncsiság, lehet, hogy még a platni nem elég meleg, Szeretnék egy útmutatást. Nem könnyű a válasz rá, de ismerjük pontosan azokat az akadályokat, ami miatt egy meditáció nem válik meditációvá. Mivel nem vagyok teljesen jártas a buddhizmus minden meditációs formájában, ezért a joga filozófia meditációs rendszeréről tudok beszélni eleve már a meditáció definíciója is a Kurma Purána szerint abban a pillanatban történik meg a meditáció először életedben, amikor 144 másodpercig, azaz 2 perc 24 másodpercig képes vagy egyetlen egy objektumot a tudatodban tartani, annélkül, hogy bármi mást ezt megzavarná. Ha ez nem sikerül, egyáltalán nem ne szomorkodja el, mert a jóga világában ez a hetedik lépcső. És az lehet, és ezt javasoljuk mi a tanítványaiknak, hogy menjél vissza az alap, alatta lévő szintekre, hogy ott kitakarítottál-e mindent, kész vagy a meditációra. Mégis három alapvető akadálya van a meditációnak. Az első, az elme elszennyeződése a mala ez javarészt az önzésből fakad, és ez gyógyítani egyetlen egy módszert ismernek a nagy tanítók, és az egész Sivánanda rendszer is nem azzal kezdődik, hogy ászanázzál, légzés gyakorlatot végezzél, hanem serve, love, give, purify, meditate, realize, azaz szolgálj, szeres, adakoz, és utána kezded a tisztítást, mert nem vagy kész a tisztításra, utána jön a meditáció, és ezt követi majd maga az önmegvalósítás, vagy amiről nagyon sokat beszélt Sunim Mester, az a háromnak az egyévállása. Visszatérve, meg kell kérdezned magadda, magadtól először, hogy Tompa vagyok, mit érzek meditáció során? ha azt látom, hogy össze-vissza ugrál az elmém meditáció alatt, akkor ott van a a sakti, az elme állandó táncolása, ugrálása. A harmadik nagy akadály az úgynevezett avarana sakti, ami nem más, mint a téves azonosulás, azaz a testtel azonosítod magad, és nem az elmével. Mivel itt nincs alkalmam kifejteni azt a nagyon sok pontot, ami még a meditáció akadálya, csak egy párat mondasz, mennyi időt töltesz tömegben, mennyit kritizálsz, mennyi ideig vagy képes egy helyen meglenni, és még mondanám a többit is, de az idő túl kevés hozzá, hogy ezek közül valami adott-e választ, amit én mondtam most ezek közül. Egy-két ponton kapizsgálom. Köszönöm szépen, és hogyha nem tűnök udvariatlannak, Szúnyi Mesternek a véleményét is meg szeretném hallgatni. Udvariatlan vagy, mert a véleményemet kérted. Kérlek, mondd el a véleményed. Olyan nincs. Kérlek, mondd el a tanítást. Olyan sincs. Hadd kérdezzelek meg. Hallod-e, hogy a jármű épp elment. Hallottam. Honnan tudod, hogy jó hallottad? Nem tudom. Hallottam. Oké. Okay. Látod-e, hogy a padló barna? Látom. Honnan tudod, hogy jól látod? A szemem ezt látja. Helyes. És hogyha a szemed visszaszól, hogy drága gazdám, nekem egy kis megerősítésre lenne szükségem, hogy jól látom a padlót. Akkor mit mondanál a szemednek, a látásodnak és a vizuális tudatosságnak? Mert ez a három végzi a dolgát. Madárkáim, ne legyetek ennyire éhesek, ugye? Hát látod, az kész. Hát nem. Nem tudsz az, az, elméddel különböző megerősítéseket adni, csak azt látnád, hogyha valami hiba lenne. Tehát te bejönnél ide, és az igazság teljes tudatában kijelentenéd a szangának, hogy a padló zöld. És így mindenki azt hogy Laci, beszélhetnék veled egy kicsikét, hogy most, most itt hol van a hiba? Ha helyesen meditációd és jól csinálod, nem fogod észrevenni. Ha rosszul csinálod, akkor kizökken a világ. És ó, én születtem helyre tenni azt, ugye? Tehát, ha kizökkensz, hogyha dukha van, akkor azt észreveszed. De ha szukha van, ha boldogság van, ha harmónia van, azt nem szoktuk észrevenni. Hogyha megtanuljuk az értékeket, akkor esetleg hálásak vagyunk a tanítónak, tanításnak, tanítványi közösségnek. De ha helyesen ismered fel a helyzetet, helyesen teremtesz kapcsolatot, és helyesen működsz együtt, most az érzékszervekkel kezdtük, de hát ezt fordítsd le a mindennapi működésre, nem fogod észrevenni azt veszed észre, hogy minden úgy rendben van. A keletkezés, maradás és megszűnés hármassága helyesen működik. Tehát Brahmától is, Visnutól is, Sivától is kaptál egy-egy puszit úgy, hogy nem vetted észre. Kész! De hogyha valami gubanc van, akkor túl teremtesz, vagy alul teremtesz. Megtartod, amit nem kéne, nem engeded el, amit kéne. Pusztulsz ahelyett, hogy tisztulnál. Oké? Okay? És akkor valamelyik aspektus így picit így hókonyom, hogy hello! Mit nem vettél észre az és okozat működéséből. Úgyhogy a jó meditáció az, amely nem forma függő, a helyes tudatállapot az, amely nem emelkedik ki a pillanatból, és a megfelelő életvitel az, amiben semmiféle különlegesen jó vagy rossz nincs. Oké? Okay? Köszönöm szépen, Szívesen. a két tanítás összeállt egy egészbe. Én igazából mind a kettőtökhöz szeretnék egy kérdést intézni, és mégpedig az lenne, hogy egy saját tapasztalat a környezetemben, hogy a kedvetlenség úrá lett. Ami azt jelenti, hogy gyakorlók is eltérnek a gyakorlásoktól. És akkor, amikor megkérdezem, hogy mi az oka, akkor annyira szanaszét van a tudat, hogy nem tudnak rá választ adni. És hogy ti vagytok-e ilyen helyzetben, és hogyha igen, akkor magatokat hogy tudjátok motiválni, és mit gondoljatok arról, hogy a, a, helyes útmutatás rendelkezik -e annyi energiával, hogy tényleg a példamutatás útmutatásul szolgál a többieknek? Hát elég sokat kérdeztél, de kezdjük az elején. Az elkedvetlenedés. Az elkedvetlenedés az a, általában a spirituális gyakorlás mellékterméke. Mellékterméke azért, mert gyerekkoromban én is szerettem, vagy azonnal megkapom, vagy nem kell. Na most, mikor sokat kecsölsz valamiért, pont általában akkor szoktad abba hagyni, akkor kedvetlenedsz el, mielőtt először megjelenne a siker. Tehát a kitartás hiánya. A kitartás hiánya igen gyakran energiahiányjal is jár, amit megfelelő prána lenne szükséges ahhoz, hogy te mint egy fákja égél azért a célért. Ugyanarról a célról lehet elfásultan laposan dumálni, egy nagyon rövid történet csak. Valamikor repülőiskolába jártam, és mechanikát kellett tanulni. Ez egy szörnyű tantágy volt, és egy tök ilyen papírszagú tanítást kaptunk, hogy mi a mechanika, ami hogyan csavarodik, hajlik a repülőgép szárnya repülés közben, befejezve valami miatt ezt a, ez a tanár kiesett. És jött a Miskolci Egyetemről egy kis köpcsös, számunkra guztustalan pofa, és azt mondták, hogy ez fog majd tanítani titeket. Már gúnyolódtunk az elején, és amikor megszólalt, elkezdett világítani a szeme, és a szerelemről beszélt. Azt mondta, hogy bármivel foglalkozol, közelítsd meg úgy, mintha a szerelmeddel foglalkoznál. És az egész teremnek kinyílt a szeme, beleszerelmesedtünk a mechanikába, és le tudtunk vizsgázni a tenzormátrixából. És pontosan ezt a lelkesedést kell fenntartanod végig az úton, és a depresszív óráidon mindig vissza kell egy picikét térni. Hogy vajon honnan tudnál új energiát meríteni? Én saját magam, ha nagyon szakadt vagyok, és elő szokott fordulni, pláne ha túl sokat tanítok vagy az életbe túl sok feladat van, akkor elkezdek léleg, légző gyakorlatokat végezni, kimegyek a szabadba, meditálok egyet, és rövid idő alatt rájövök megint, hogy az élet, mindegy, hogy melyik életmetszéketben vagy, mindig tudsz szép lenni, teljes és egész lenni, és pontosan amit kérdeztél, az elkedvetlenedés. Az elkedvetlenedésnél mi történik? Az, hogy ki vagy merülve, alacsony az energiaszinted, visszatér az agy. Az agy ugyanúgy működik, hogy van egy ö, zseniális része a két agyfélteke, ott termelődnek ezek az öröm-meg hormonok, és amikor ki vagy merülve, akkor az agy lett, mivel nagy energiafogyasztása van az agynak, lekapcsolódik, és visszamegy az agytörzsbe. Kómában is különben ez szokott lenni. Na most, amikor késő este van, el vagy fáradva, akkor már csak az ösztönvilágod irányít, semmi örömet nem találsz ebbe az életbe, mindenki utálni fog téged, mert már mint egy sarokba szorított valaki szurkáz kifelé, egy ilyen emberrel semmiféle spirituális gyakorlatot nem lehet végeztetni. Se neki nincs kedve, se a környezete nem szereti. Magam is a saját családomnál megéltem azt, hogy a gyerekeim mondták, hogy ide figyelj, fater, lehet, hogy jobb lenne, nem jogáznál. Röviden ennyit. És aztán megtaláltam azt az eszközt, azt az öt eszközt: helyes testgyakorlás, helyes relaxáció, háromrétegű, helyes táplálkozás, helyes légzés, pozitív gondolkodás és meditáció, és mindig újra és újra a maradék hajamnál fogva kihúztam magam. És ha magad megpróbálsz egy kis fényforrássá válni, akkor a többiek úgy ragadnak rád, mint a legyek a légypapírra. Én nem tudom magam kihúzni a maradék hajamnál fogva. Bocsánat. Személyeskedés. Én csak az, és én sértő is leszek most. Vissza kell menni a buthához. Tehát mi volt az alapmotiváció? Öregség, betegség, halál, és utána a születés. Szentikusan teszem a születést negyediknek. Tehát ha nekem esetleg ilyen kis kedvetlen periódusom lenne, én bemegyek a városba végigmegyek Esztergomon, és hálát adok, hogy gyakorolhatok. Látom az Esztergomi kórházat, az Esztergomi temetőt, ezek nagyon közel vannak egymáshoz. Látom az Esztergomi iskolát, az óvodát, a játszóteret, tehát a különböző életszakaszukban az emberek vannak, és csak ránézek az arcukra. És azt gondolom, hogy ha én nem gyakorolnék, akkor bármelyiküknek a tudatállapotába belekerülhetnek. És hogyha ez neked nem elég, mert mondjuk olyan nirvanisztikus helyen laksz, hogy ilyeneket nem látsz, akkor legyél szíves, csak a belső gyönyörűséges szempillantásoddal saját karmádat észrevenni, és elgondolni, hogy tíz perc múlva testet váltasz. Ha az nem szúrja a kis gyakorlás fák helyett a megfelelő csakrádba, akkor semmi. Ugyanis, hogyha ténylegesen felismered, hogy most te ki vagy, és milyen tudattal, meg egy kicsit tudattalannal rendelkezel már, amit megengedsz magadnak, hogy láss belőle, akkor lenne a munka, mielőtt a következő testet fölvennéd, mivel tudod, hogy a mostaninak a végpontja, a következő kezdőpontja. Úgyhogy ezért szoktam mondani, hogy ide nem bűntudat kell, ide tisztánlátás kell, és a motiváció több ezer inkarnációra, mint a legtisztább rakétahajtóanyag úgy ég a hajtóműben. Nem kell ide semmi más, csak az ok és okozat megfelelő látása. Erre mész, ez leszel. Arra mész, az leszel. Gyakorolsz, idejutsz, nem gyakorolsz, odajutsz. Mi kell? Nyugodtan kérdezd meg magadtól. Mi kell? Olyan pillanatok alatt elveszik azt, hogy most van kedvem, nincs kedvem? Hát reggel így megfogom a pokrócot az ágyban, és örülök, hogy emberi testem van, hogy kétszer-öt újjal bírok, és nem kevesebbel, vagy többel. Az, hogy van egy emberi test, amely képes fájni, és örömet érezni, és mindezt tudatban meghaladni, hogy képes élni, és meghalni, és mindezt meghaladni, Tehát ennél nagyobb paradox nem kell az, hogy van egy test, ami múlandó, és egy lélek, amelyik tud valamit az örök létről, ez az iszonyat tökéletlenség, amiben élünk is, van egy tökéletesség idea. Tehát ha ezek a pólusok, ez az elképesztő polaritás nem fogja begyújtani a berendezést, akkor tényleg lógassuk ki magunkat a saját bokánknál fogva a tizedikről, és ne engedd el. És akkor érzel valamit. Úgyhogy nincs kedved? Gyakorolj. Van kedved? Gyakorolj. Egyéb kérdés. Amíg gondolkodtok, azért lábjegyzetként annyit hozzáfűznék, hogy még, még, mindig csak egy nagyon korlátozott nézőpontot vettem fel, ami a saját nézőpont. Tehát Max az egyéni és a csoportkarma találkozása volt a válaszomban, de hogyha mondjuk a két nagyon kritikus karmát, a párkapcsolatit és a családit is hozzáveszed, akkor mondjuk gyakorolhatsz azért, hogy te jobb legyél a párkapcsolatodban, vagy jobb tagja legyél a családodnak. Ez is nagyon kitűnő lehet a kedvetlenség elvételéhez, és a kedv és az öröm röpkedéséhez, ugye? Mert hogyha ezt a két intim karmát, ami a párkapcsolat és a család veszed, akkor itt jönnek ki tényleg a dínók nagyon erősen, mert olyan közel van hozzád a másik, hogy ne, nem lehet elmenekülni, mert nem is akarsz mert az ő kezét fogtad meg, hogy hát akkor babám együtt élünk. A gyerek meg a tökéletes leképezése a létező apai és anyai karmának, akár távoli vagy közeli a fizikai kapcsolat. Úgyhogy ha nem magadért, akkor másokért. Melyikre hallgatsz könnyebben? És egyik se rosszabb vagy jobb, a másiknál nehogy azt így. Csak csináld már végre, mert véges az idő. Katapult, és viszontlátás. Nem tudod, mikor lesz ez a pillanat. Okay. Először nem akartam megkérdezni, mert nem ide vágod, de most egy kicsit úgy érzem, hogy bejött egy olyan téma, ami talán nem lesz annyira messze attól, amiről eddig volt szó. Mi történik akkor karmatikusan, amikor egy gyermek örökbefogadás által jut a családba? Még nem fogadtam örökbe, de abszolút az egész egy nagy energetikai hálót képzelj el, ahol találkozik két minőség, és megvan a szándék is a két minőségre, és gyakorlatilag ezzel az új minőséggel meg kell tanulni mind a két félnek együtt élni. Nem tudom, hogy ismeritek-e, az asztrológiában van egy olyan altan, amiben a karmákat egymásra teszik, hogy ki mennyire passzol egymáshoz. Na most, ha neked van egy úgynevezett prárabda karmád, az már a születésed pillanatában megfogalmazódik az egész programod, ami történik ebben az életedben, ahol óhatatlanul ez a jelenség is megjelenik. Például nekem is van egy pár gyermekem, és abszolút nem passzolunk két gyermekemmel, ami azt jelenti, hogy akkora feszültség 30% harmónia van közöttünk, és 70% feszültség. Ami azt jelenti, hogy borzasztó nagy az ebben az életben ledolgozandó feladat, és nem is biztos, hogy le tudjuk dolgozni. És az a kis lény, aki megjelenik egy ilyen fogadott gyereknél, az szintén ugyanúgy megjelenik egy feladatként, és ha akarod, ezzel az összehasonlító asztrológiai módszerrel megnézheted azt, hogy mekkora feladatot válasz ezzel a kis lényel. Sokféle variációban tudok mondani a környezetemből is. Volt olyan, hogy valaki nagyon szeretett volna a gyereket, ez most a negatív változat, és az lett a vége, hogy a gyerek egy olyan környezetből került be a családba, hogy a végén jó megverte az anyját, és agresszív lett, elkezdett kábító szerezni, és szegény anyja nem tudta, hogy miért történik ez az egész vele, holott mind a kettőnek ezt a leckét kellett megtanulnia. Tehát ez, a, ez egy rossz változat, de van sokkal jobb változat is, amikor képes egy türelmes, befogadó szülő, képes... Megtanulni, ráhangolódni arra a kis lényre, aki bekerült a családba, és be tud integrálódni, akár jobban is, mint egy édes gyerek. Köszönöm. Tudod, hogy egy facsemetét hogyan oltanak? Hát két ágat összekötöznek. Igen. És vagy megmarad, vagy nem. Tehát vagy összefor, vagy nem és ez már a növényvilágban, ahol tényleg nagyon kiszámítható, hogy melyik fafajta, melyik fafajtával oldható, még itt is kockázatos. Az embernek olyan elkepöztem bonyolult karmája van, hogy egyáltalán nem számítható ki, esetleg vázlatosan megmutatható, lásd a leszületett karmáról alkotott asztrológiai vagy egyéb szignatúra kép, hogy hogyan passzolunk itt nem is a magunkkal hozott karmát szeretném hangsúlyozni, hanem két dolgot. Az egyik, hogy egy vérszerinti kapcsolatnál, amikor leszületik hozzád a gyerek, és te vagy az anyja, akkor az univerzum működése adja ezt az egészet úgy, hogy nincs tudatos választási lehetőséged. A megfogadás pillanatában egy teljesen más mechanizmus érvényesül, mint amikor örökbefogadáskor először papíron, aztán pedig közvetlenül az elme választ. A lélek érzi a kapcsolatot, tehát érzelmi intelligencia is működik, az elme választ. És ez nem jobb vagy rosszabb az eredeti a vér szerinténél, de nagyon más. És én láttam olyat, hogy igen, az oltás jól sikerült, és elképesztő szinergia alakult ki az örökbefogadott fiú és a család között, és a törvény szerint, amikor a srác elmúlt 18, találkoznia kellett a vérszerinti szüleivel. Ilyen körülmények között lehetett csak az örökbefogadást megvalósítani. És elrendezték úgy, hogy ott voltak a vérszerinti szülők és a nevelőszülők egy szobában, és megmondták a srácnak, hogy most lépjen oda be, és menjen oda, akikhez akar. És észre sem vette a vérszerinti szüleit, ennyit számította a jó kondicionálás. Ez egy nagyon jó középosztálybeli magyar család, A srác oda került, ő is persze magyar születésű volt, és olyan jól nevelték, hogy tényleg apának és anyának szólította szívből a nevelő szüleit. És semmiféle korábbi karmája nem maradt a vérszerintiekkel. Ez azt jelenti, hogy, hallottad a prarabda karmát, szó szóval szerint a megérett gyümölcs karmája. Tehát nem tudod elkerülni, mert kijön. A legsérülékenyebb időszaka leszületés és a fölmenetel időszaka. Irányíthatatlan, szinte, tudatszint persze kérdése, hogy irányítható-e, de a legtöbben nem tudjuk irányítani. Tehát kijön a karma, és hogyha olyan szülőköz születünk, akivel nagyon kevés otthon otthonkarmák van, azok odaadnak, azok elhagynak, azok leválnak rólunk. Sokkal hamarabb, mint az mondjuk egy normál családban várható, hogy egészséges lenne. Úgyhogy a leírás helyett, a deskripció helyett a teremtés, a generáció kell, milyen minőségeket kell teremtenem ahhoz, hogy az a lélek helyes irányba nőjön fel a környezetemben, az otthonban, ahova vagy lehoztam, mert vérszerinti a fogantatás, vagy befogadtam, mert örökbefogadásról van szó ugyanazokról a minőségekről van szó. Ugyanúgy együttérzés, bölcsesség, önzetlenség, kitartás, és még egy csomó minden kell, aki nevel gyereket, azt tudja. A lényeg szintjén nincs különbség, a forma szintjén viszont van. És egy a fontos, hogy soha ne cseréld össze a kettőt, és ne várd el az örökbefogadottól, hogy olyan érzés legyen, mint a vér szerinti. Én is láttam hasonlót egyébként, amikor az örökbefogadott nagyon rosszul bánt a nevelőszülőkkel, az egész családdal, és nagyon-nagyon rosszul használta mindazt, amit, amit kapott, el is került, soha nem jött vissza, nem is volt hálás, és a többi. Bármi megvalósulhat. Egyéb kérdés. Volt arról szó korábban, hogy mielőtt elkezdünk gyakorolni, mentálisan egy kicsit gatyába kell rázni magunkat. Hogyha valaki újonnan csöppen bele ebbe a világba, honnan tudja, hogy, hogy megfelelő állapotban van mentálisan ahhoz, hogy gyakoroljon? Indiában van egy szokás, a, amikor küldik ki, vagy küldték ki a házi feladatot, akkor az volt mindig előírva, hogy előtte, ha új fejezetet kezdtem, 108-szor mondjam el a Gayatri mantrát, ha pedig ilyen kisebb rész következett a következő lecke, akkor csak 10-szer. Általában ez a spirituális intézményeknél egy szokás volt, hogy nem, ne kezd el a gyakorlást azelőtt, amíg lelkileg rá nem hangolódsz. Honnan tudod, hogy lelkileg ráhangolódtál? Onnan, hogy az a békéd, az a nyugalmad létrejött, például egy ilyen hosszú mantra ismétlésnél ha valóban tiszták a szándékaid, akkor magától létrejön ez az, ez az állapot. Mi nálunk például, amikor elkezdődik bármilyen tevékenység a joga központba, itt órára gondolok, akkor az ember egy ilyen invokáció, egy ilyen spirituális segélykérő sorozatot hajt végre, nevezetesen, fohászkodik először Ganésához, hogy a milyen tevékenységet elkezd, minden akadály menjen el az útjából. Másodszor fohászkodik Gúhához, Subramányához, Kártikéjához, hogy pozitív, emelkedett légkörbe tudja végrehajtani azt a gyakorlást, amit végre akar hajtani. Utána fohászkodik Sarasvatihoz azért, hogy amit csinál, azt a tudása legmagasabb szintjén és művészi szinten adja elő. Utána fohászkodik a guruhoz, a tanítójához, utána fohászkodik az Isteni Anyához, aki az univerzum anyja, hogy az egész földgolyó, az egész univerzum a segítségére legyen. És a befejezésnél, a fohászkodásnál fohászkodik azért, hogy a tanító és a tanítvány között soha vita ne keletkezzen, mind a ketten az önkiteljesedés szolgálják. Amikor ezt végigének akkor biztos, hogy kész vagy arra, hogy egy egész más ember kezd el gyakorolni, mint ahogy bejöttél az utcáról, és rögtön bele akartál vágni abba a gyakorlásba. Még egy gondolatot tennék ehhez hozzá, nevezetesen nézd meg, hogy milyen a légzésed. Ha ezek után se jött semmi helyre, akkor semmi másra nincs szükség. Figyeld egy picit a légzésed, annélkül, hogy beavatkoznál annak a folyamatába. Ezzel megtörténik az, hogy létrejön automatikusan az a békés elme, ami már kész arra, hogy a tanításokat és a gyakorlást befogadja. Teljesen tanító függő, hogy te egy adott hagyományvonalban mikor és hogyan kezdheted meg a gyakorlást. Már az a folyamat, hogy te eljutottál oda, nagyon fontos. Erről szoktuk mondani azt, hogy a meditációt már akkor elkezdődött, mielőtt az enközpont vagy a templom kapuján beléptél volna. Annyira ritka a darmával való találkozás, hogy az összbolygó, összes érző lényét veszed alapul, hagyományt idézve, mint hogyha 500 évenként egy teknőc az óceánban a felszínre jönne, és egy csak valaki a hajóról bedob egy mentővet, és az pontosan a teknőc nyakán landol. Ezzel szokták azt a fajta ritkasságot érzékeltetni, hogy mennyire jó karma kell ahhoz, hogy te egyáltalán találkozz egy tanítóval, tanítással és egy tanítványi közösséggel. És hogyha bízol a tanítóban, érted a tanítást, és beilleszkedsz a tanítványi közösségbe, akkor ez a folyamat teljesen automatapilótán van, anélkül, hogy a te önrendelkezésedben bármiféle csorba esne. Tehát arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a hagyomány nem a személyiségedet szünteti meg, hanem az egókérgedet kérgedet hántja le rólad, ha akarod, ha bírod. Köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy ugye, hogyha a jégpáncélos szakaszban van az ember, az megnyilvánulhat te mondjuk valamiféle mentális problémával, és ha igen, akkor milyen olyan biztonságos módszer van, amivel ezt el lehet kezdeni melegíteni? Igen, megnyilvánulhat, eszméletlen erős ragaszkodásban, azonosulásban, projekciókban, múltba veszésben, entrópiában, dualizmusban való elveszésben rengeteg van. Onnan veszed észre, hogy valami nincs rendben, hogy ennek a pillanatnak a tudatossága az a nullához közelít. És hogy biztonságos módszer? Na, olyan nincs. Erre szoktuk mondani, hogy mindegy, hogy angyal vagy démon, de ami visszahoz a pillanatba, az a tanítód. Hát eleve a tudatállapotodból nem keletkezhet semmiféle biztonságos, hiszen nem tiszta. És ahhoz, ahhoz hogy tiszta legyen, végig kell menni az úton. Ilyenkor, ha az ember biztonságot szeretne, akkor nem fogja megkapni. Ekkor elkezd perlekedni a tanítóval, hogy nem ezt ígérted, nem ez a helyes meditáció, én itt rossz helyen vagyok, ez a tanítás különben is érthetetlen. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodsz a jégkérekhez. Ezért nálunk a nulladik pontja a meditációnak az, hogy merj látni, és akarj őszinte lenni önmagaddal. Ennélkül minden egyes instrukció csak a falat vastagítja. Úgyhogy igen, együtt minden lényel, és hogyha megvan a bizalom a tanítóban, megvan a tanítás alapvető, alapszintű megértése, és a szangával való hétköznapi normális együttműködés, akkor lehet haladni. Tehát ez a fajta környezet jelent relatív biztonságot, de a saját karmától semmi nem véd meg. A saját gyakorlatod az, ami ezt láttatja, helyes alakra hozza, meghaladtatja veled, átalakítod, és végül mások szolgálatába állítod. Ez a folyamat. Igazából nincs, nincs hozzá... Amit te különösen az előbb mondott a szunim, az elhangozhatott volna a Sivananda jogaközpontban is. Vagy bármelyik jogaközpontban is, hiszen rengeteg spirituális törekvő van, rengeteg jogaközpontba betérő ember van, és végtelenül kevés, aki kész az útra. Végtelenül kevés. Egy ezerből jó, ha egy. És az a tanító, akinek elvárásai vannak, hogy miért nem jönnek tömegével a, a tanítványok, nem jogázók és nem zenszeretők, hanem tanítványok, akkor nem értette meg ezt az alaptörvényt. És áldott az az ember, aki tanítványa akar válni, és újra előjöhet az a mondat, hogy aki nem volt tanítvány, soha nem lesz mester. Mit szeretsz, a trágyát vagy a zöldséget? A zöldséget, hát a zöldséget de mindenképpen szükség van hozzá a trágyára, hogy igazán nagy lehessen. Mi az átmenet a trágya és a zöldség között? Hát a föld. A komposzt és a föld. Tehát a karmád, mint egy ilyen óriási trágyahalom, ott van a tudatalatti és egy picike kis csúcsat bűzölök a személyiségedben, és a tanítónak semmi más dolga nincs, hogy megmutassa, hogy kedves tanítvány, így tudod komposztálni, így tudod vele a talajt feldúsítani, táplálni, így kell a zöldséget megtermelni, és hogyha rám hallgatsz, akkor a zöldség elfogyasztása után az ürüléket ismét trágyadomba kéne rendezni, hogy a folyamat újraindulhasson. Na, ekkor gyakorolsz. Két hónapja hallottalak téged először Kecskeméten egy előadáson, és a tantium légzésről volt, a, a, ami megakasztotta a fülembe a hangot, és egy nagyon érdekes ilyen gyerekkori visszatérő álmom volt, amiben ilyen öt éves kortól kezdve éjszakánként egy ilyen fehér, vékony ember, meg egy pici fekete gömbszerű lény látogatott, vagy jött hozzám és éjjelente. De ez egy ilyen egy nagyon kellemes jó álom volt. Az, az, arányok mindig megváltozva, de harmóniába történt az egész, és egyszer csak ilyen 9-10 éves korba eltűnt a fehér ember, és egy gyakorlatilag egy ilyen hasizom lényhez hasonlatos fekete szörnyeteggé változott, ami, ami egy az embert össze akarta volna gyakorlatilag nyomni, egy olyan kérdést tett föl, amire helyből nem volt válasz. És ez egy ilyen visszatérő, amikor lebetegedtem, akkor éjszakánként ez a, ez a rémálom köszöntött rám, és egyetem alatt, ugye én Hanvas a könyveket kezdtem el olvasgatni, és próbáltam utána nyomozni neki, hogy ez milyen lény lehet, vagy ki lehet, és akkor ez mindig álomba jött, és úgy lepett meg gyakorlatilag, hogy nem volt esély tudatosan válaszolni rá, hogy az ember szinte elkapta álmába, és akkor 23 évesen, amikor a diplomaosztóra készültem, akkor arra ébredtem föl, hogy reggel ott ült a hasamon, és ennek a fekete embernek gyakorlatilag ilyen arányai voltak, hogy ezer volt a kritikus tömeg, tehát ott nyomta volna az embert agyon, és akkor az 998 súlyjal bírt, és gyakorlatilag mondtam neki, hogy rendben van, hogyha ez a játék, akkor legyen nagyobb a súlya, nyomja nagyon, és akkor legyen vége a játéknak, és ebbe a pillanatban indult be gyakorlatilag az, hogy megjelent egy pici fehér pont, és onnantól a légzés beindult, és gyakorlatilag ahogy a légzés ment, a fehér fény folyamatosan is. jött vissza. Azt akartam csak kérdezni, hogy ez egy ilyen karmikus ö, dolog lehet, vagy ez valami felnövekedési időszakhoz kötődő leválási dolog? Hát nincs olyan, ami ne karmikus lenne. Kezdjük ezzel. A, a másik az, az, hogy van a tudatalattink, ami körülbelül olyan 90%, ez csak becslés, lehet, hogy 95% is, és 5% a tudatos. És ezek a lények, amik jönnek rád, ezek mind nem ok nélkül jönnek. Abban tudnál talán segíteni, ha most válaszolnál rögtön arra, hogy volt-e valamilyen olyan előzménye a hétköznapokban, akár ijeszgetés, vagy félelem, vagy bármi, nem emlékszem rá. Ami, ami, ezt kiválthatta volna, mert különben ez egy megszelídítendő álom, és ezt a, az a helyzet, ezzel a területtel én nem foglalkozom, de semmi másra nincs szükség ilyenkor, mint az embernek felhozni Tudatossá tenni ezt a jelenséget, és ez a tudatosítás, ez megtörténhet úgy, saját magam sokféleképpen alszom el, de az egyik legjobb technikám az az, hogy egyszerűen a fejemre ráöntök egy vödör fehér fényt, és kondicionálom az elmémet azzal, hogy 5 óra 10-kor kipihenten ébredjek, és mivel ezt folyamatosan csinálom, sokkal kipihentebben, és ezek a súlyos rémálmok elkerülik az életemet. De valószínűleg a mester fog még mondani neked bőven kiegészítést. Nem vagyok professzionális álomszakértő. Használsz tömegközlekedést? Nem. Soha nem használtál? Biciklivel jártam mindig. Jó. Volt-e olyan, hogy biciklivel vagy autóval az adott nap, adott órájában ugyanazon az úton mentél? Pontosan ugyanabban az időben, ide-oda öt perc úgy jártam. Az bőven elég. Az alatt, az öt perc alatt te kikkel találkoztál? Ismerős arcokkal. Tehát, hm? arra mitől laknak. voltak ismerősek? Az, hogy nap mint nap találkoztam velük. Aha. És miért ő? ők, és nem mások? Hát arra laktak, azon a környéken. Azon a környéken laktak. Miért laktak azon a környéken? Oda költöztek. Igen. Így van. Miért költöztek oda? Tetszett nekik az a vidék, valószínűleg. Mm -hmm. Ezt nem tudhatod. Ott vettek lakást. Ott béreltek lakást. Tehát hasonló otthon karmátok van, mert azonos környéken laktatok. Így van? Igen. Tehát, hogyha valaki Bizonyos érzelmi, értelmi, verbális és cselekedetbeli karmával rendelkezik, hasonló emberekkel találkozik, mert hasonló helyen kezdünk el lakni. Úgy döntött, úgy gondolkodik, úgy érez, és a többi. Tehát látod, hogy a pirosnál reggel nyolckor hasonló autó van, mint tegnap. Ugye? Igen. Megismersz arcokat. Néha az ember, hogyha mindig minden vasárnap délőtt tízkor kimegy a piacra, nagyon hasonló arcokat lát a különböző standoknál, ugye? Amikor az ember megszületik, akkor lehoz magával egy csomó nem inkarnálódott intelligenciát is. Ezek kísérik. És ezt a kísérletet láttad te részben, ami a korábbi Megszokott karmádnak az eredménye. A saját gondolataid, a saját érzelmeid, szavaid és tetteid tartják ezeket a tudatokat veled kapcsolatban. Tehát, ha te elköltözöl onnan, ahol most laksz, nem fogod őket látni, mert más helyre költöztél, más környékre, más lakótársak, más szomszédság, minden más lesz, mert te elköltöztél onnan hogyha lecseréled a saját elmédnek azt a részét, amely kötődik ezekhez a lényekhez, nem fogod többé látni őket. Az éneklésnek és a leborulásnak azért van ekkora jelentősége, szerintem nem csak a mahajánában, hanem minden advai a praxisban, hogy cseréljük le azokat a karmákat, amelyek ilyen kötődéseket eredményeztek ha leborulok a való van az együttérzés bóthiszatvája előtt, akkor az együttérzéssel kötök szövetséget, és minden, ami nem együttérz, az dobom le. Ha Manjusri előtt leborulok, akkor a bölcsességgel kötök szövetséget, és elhagyok mindent, ami nem bölcs. Hogyha a Jijang Boszállak Siti kötök szövetséget, akkor elhagyok mindent, ami hazugság, az útról való letérés, a fogadalmak megtörése, az esküszegés, ugye pedig szamantabadrával vagy a kötök szövetséget, ledobok mindent, ami lustasság, kedvetlenség, a cselekedet hiány, amikor az kéne, stb. Tehát az éneklés, hölgyeim és uraim, az nem kultusz, nem imádat, hanem egy nagyon komoly tudatosságváltás ahhoz, hogy te meghalad az életet és a halált, teljes értékű emberré válj, és ezeket a kísérőket, amik a korábbi karmádnak, az eredményei, legyél szíves, felcserélni valami nagyon magas szintű szövetségre. És a jó hír az, hogy erre mi mind képesek vagyunk. Jó? Köszönöm, szívesen. Köszönöm szépen a lehetőséget. A kérdésem az lenne mindkettőtök, és köszönöm a tegeződés lehetőségét, hogy mikor mindkettőtök elkezdte a szellemi utat, akkor ö, mi volt ennek az oka, és talán mi, mi, mi alapján hozta meg ezt a döntést? Nagyon nehéz ezt a pontot az életben megtalálni, és én ezzel bajban is vagyok, mert egész kiskoromban elkezdtem minisztrálni, elhagytam a kereszténységet később, csalódtam benne legalábbis, lehet, hogy nem, nem voltam elég érett rá, és aztán egy betegség te, terelt vissza a jóga útjára, és ami a legérdekesebb, hogy ez a betegség, egy atomfizikus mondta, hogy azt az életet, amit élek, azt olyan hat hónapnál tovább már nem biztos, hogy tudom élni. És elkezdtem a jogát gyakorolni, és szép lassan nőtt meg a bennem a filozófiai rész iránti igény is, és ami a legérdekesebb az, hogy a saját mesterem Szvámi Sivánandán keresztül értettem meg a kereszténységet, és értettem meg Jézus Krisztust. Én kétféle kezdetet tartok itt nyilván az almanakban. Az egyik egy beteljesületlen szerelemhez köthető, 14 évesen, amikor egy olyan osztálytársnőm volt, aki később Magyarországon az argentin tango királynője lett. Tehát egy olyan nőiség, egy olyan minőség, hogy mindenki így, wow! Az egész gimnázium, tehát úgy, ahogy van mindenki, azt figyelte, hogy ennek a lánynak ki lesz a szerelme, és mindenki mindent megtett ilyen férfi vonalról, hogy, hogy ő legyen az. Hát amikor 800 millió így rongyol, hogy pont ő jusson át, és becsapódjon, ott pont oda csapódjon be, ahova kell. Senkinek nem sikerült, egyszerűen azért, mert neki már volt egy nagyon komoly kapcsolata, és én meg akartam tudni, hogy mi a titok. Tehát mi van az, hogy ez a srác, ez egy, ez egy, valós férfi ember, aki nálunk pár évvel idősebb lehet max, hát kiderült, hogy így van. Mi a titok? Hát egyszer olyan helyzetbe kerültünk, ilyen csoportos, ilyen kis találkozó, eszemiszom, a régi bulik nagyon mások voltak, mint a mostaniak, ott még lehetett beszélgetni, meg ott társalgás, meg egy elek. És eljött Gábor, az ő barátja, és ha láttál még szerény, halkszavú, normális, nagyon jó felépítésű, ilyen úgy, úgy megnyerő és, és tényleg elképesztően szimpatikus valakit, hogy nem akart az lenni, ha nem csak az volt, és én egyszerűen azt mondtam, hogy hát megkérdezem. Hát ez most, ez most így hogy van? Barátok lettünk úgy, hogy el akartam tanulni tőle azt, ami az ő lénye, és elkezdtünk jogázni. Ő már akkor több éve jogázott. Nem volt tanítónk, nem is tanítunk, kerestük, de akkor Magyarországon is így 80-es évek elejéről van szó, hát nem volt sok. Pár könyv, de én élő joga hagyomány 81 és 85 közötti időszakról van szó, hát nem volt még. Négy, majdnem öt év joga gyakorlat, az ő kapcsolatoknak már rég vége volt, mi még mindig együtt edzettünk a Margit-szigeten, és futottuk a hátsúcsokat, és jogáztunk. És akkor egyszer csak megrekedtem, érzelmileg, értelmileg, és rájöttem, hogy pont nem azt fogom elsajátítani, ami az eredeti cél, hanem valami teljesen más dolog történik, mert tanító nélkül gyakorlok. Egy saját magunk által kifejlesztett, ilyen hatha joga volt, az ászanák mentek, a pranayámák mentek, de semmi, ami a jáma, niáma, ászana, pranayama első négyese fölött, abból semmi. És hát nyugaton ez nagyon-nagyon gyakori. Tehát olyan megrekedés volt az úton, hogy azt éreztem, hogy én nem én vagyok, az, az életem az így nagyon le van szabályozva, nagyon nem vagyok se kreatív, se jellemző módon nem úgy élek, ahol egy, ahogy egy 19 évesnek kéne. És belül van egy olyan béke, amely egy ilyen statikus, kicsit ilyen megállapodott és non-kreatív fázisba átment, és elkezdtem ettől hogy távolodni. És akkor jött egy pár más év, amikor előadó művészet, harcművészet, népművészet, az úgy mind elkezdett foglalkoztatni. És tíz évre rápont, pont 24 évesen, egy olyan tapasztalás volt, amely, köthető egy sámán utazáshoz, tisztán, de ami az alatt történt, az teljesen úgy szétütött, hogy az valami hihetetlen. És pár hónapos keresés után jött a zen, és az első zen gyakorlatra a mai napig, mint érzet emlékszem, 1990. szeptemberének az első hétfője, Szabadsághegy, Rencsén utca 22, ott volt a szanga, ott énekeltem el ugyanazt először, mint az esti éneklés a mai napig a templomban, és azt éreztem, hogy végre a darabokból kezdek összeállni megint. Amikor a vasreszelék, amik a saját entrópiájában szétesett, végre megkapja a mágnest, és az összes vasreszelék kezd összeállni egy normális vasdarabbá, és a mantrák elkezdték gyógyítani a lelkemet. A meditáció elkezdte tudatosítani a lényemet. Az első elvonulás decemberben volt ugyanabban az évben, és az volt az érzetem, hogy akkor jövök fel a pokolból. Ezért vagyok a mai napig ebben a hagyományban. És 91 áprilisában megjelent Szungszenzen mester, akkor mindez a hiba, amit korábban a saját korábbi karmám miatt elkövettem, úgy tűnt, hogy orvosolható, megjelent a tanító, elkezdett értelmet nyerni a tanítás, a szanga pedig alakult, ahogy alakult működtünk. Kicsiben az első tíz évben, aztán egy kicsikét másképp, amikor az értem Koreából. Úgyhogy ez volt az indulás. És aki nem ismeri el a saját szenvedését, az nem fog az úton maradni. Aki csak érdeklődik, akinek csak úgy jól esik, az mind szép és jó, de közben legyen szíves egy picit belül tisztán látni, és a tényleges motivációt észrevenni, hogy a karmája és a darma kapcsolódjon. Te egy jó tengelykapcsolóval a hajtáslánc motor és váltó része. Tehát, hogyha nem engeded, hogy a karmád és a darma találkozzon, egy idő után az egész egy ilyen működvelő, irreleváns, felesleges, működésképtelen dolognak tűnik, holott csak az kellett volna, hogy őszintel egy magadhoz, bonzsd le a saját önvédelmi mechanizmusaidat, és legyen szíves meglátni, hogy te valójában milyen életet élsz ezen a Földön és hogy miért szeretnél. És így nagyjából ebből ki lehet indulni, magyarul, aki a saját szenvedését tagadja, az a dharma gyakorlására még nem érett meg. Innen indult a szellemi út. Egyéb kérdés? Köszönöm szépen. Szívesen. Én nagyon az elején járok az útnak és a gyakorlásnak. A legtöbbször belefutok abba, hogy belealszom a meditációba. Te is. Te <laughs> jó. És nyilván ettől úgy is érzem, hogy ugye eredménytelen. A tanácsotokra vagyok kíváncsi, hogy mit tehetek ez ellen, hogy ne aludjak bele a meditációba. Mindegy, hogy mikor csinálom, általában ez történik. Az első az, hogy feküdjél le időbe előző napon. Vezd meg a az ágyát az éjszakádnak, mobiltelefon használat izgató jelenetek, sétálsz-e, vagy kiszelőzteted a fejedet, mielőtt lefekszel, ne olvas olyan dolgokat, amiket, amik izgalomba hoznak, mert az folytatódni fog az álmodba. Szvámi Sivánandána az volt a tanítványoknak a pihenési rendje, 21.30-kor lefeküdni és 3.30-kor kelni. Ez volt az ásramlakóknak a, a szokása. A másikat meg szinte 100%-ig elmondtam, ott a hölgy kérdezte, hogy mitől van olyan alacsony energiaszinten, elmondtam azt az öt elemet majd, ha a videót megnézed újra, ha ezt beteszed az életedbe, akkor sokkal vitálisabb leszel. A legnagyobb kihívás az az embernek, hogy hajnalban fél kettői kukorékol. Imádja, hogy mennyire jó az, hogy az éjszakai órákban mekkora csendben lehet dolgozni, lehet filmeket nézni, és utána felébred a lelkismeret, hogy föl kéne ötkor kelni vagy föl kellene hatkor kelni. És létrejön a mostani időben egy olyan életmód, különösen akik homofizban vannak, hogy fél kettőkor éjszaka lefekszenek, és fölkelnek délelőtt tízkor, fél tizenegykor, teljesen felborul nekik a, az életrendjük, és ezt vissza kell mindenképpen hozni, amit szoktak tanítani, hogy az éjfél előtti alvás nem pótolható. Egy szó, mint száz, emeld az életenergia szintedet, csökkentsd a mentális terhelésedet, egy nagyon fontos mondat. A cél az, hogy elmétlenek legyünk. Az elmétlenséghez pont arra van szükség, hogy ne fogadd el azt a rengeteg benyomást, amit kapsz, mert az még jobban megtáncoltatja az elmédet. Én például évek óta regényt nem veszek a kezembe, mert pontosan tudom, hogy miközben én egyhegyű szeretnék lenni, a tökéletes csendet szeretném magamba megvalósítani, a regény, amit olvasok, az pontosan ezt a csendet borítja fel. Úgyhogy legyél együgyű. Mindig együgyed legyen, és akkor csendes, fókuszált elméd lesz, jól alszol, az előbb említett technikákkal pedig fölhúzod magad olyan energia szintre, hogy tudsz reggel úgy kelni, hogy élvezni a hajnalnak a szépségét és békéjét. Ahhoz, hogy ezt meg tud valósítani, a pszichofizikumnak egy bizonyos energiaszinten kell lennie. Tehát ha ez nincs meg, akkor itt te hallgathatsz bárkit, bármit, a repülőgép nem fog elszakadni a kifutó pályáról, mert nem ért el azt a sebességet, ami a felszálláshoz kell. Ezt az ember nálunk leborulásokkal el lehet érni. A jogában is megvan ez a módszer, ezt megkérdezheted a mestertől és a tanítványaitól. Nálunk, hogyha valakinek ilyen problémája van, a napi 400 leborulás, 4x108, az már ezt a problémát nagyon nagy részt megszünteti, hogyha ezt 100 napig végzed, akkor biztos, hogy ez az álmosság, ez átalakul egy elképesztő motiváltságá. Ha ez mégsem sikerülne, akkor legyél szíves barátságot kötni Kjong aki ott a hármas kép rendezői bal oldalán, a Genghis Khan szakkállal szakállal és eléggé mongol kinézettel ott van, ő amikor fiatal szerzetes korábban egy kolera által megtizedelt faluban ment így az útján, 19. század végéről van szó. Akkor látta, hogy ő akármennyit tanult addig a Buddha szutráiból, ő akkor is úgy fél a haláltól, így üvöltve rohant el a különböző fehér porokkal így behintett hullák közeléből, azt mondta, hogy ő addig nem fekszik le aludni, ameddig a felébredést el nem éri. Hát módszer, hát ez ilyen nem volt. Tehát a szerzeteseknek ott alapvetően akaratból, viselkedésből, formatartásból, egyébből kellett vizsgázni ahhoz, hogy bármilyen módszert kapjanak. Néha évekig csak a templomi munkát végezték, szútrákat tanultak, ceremóniákat celebráltak azért, hogy a meditációs terembe eljussanak. Kionkosződnek ilyen még semmi nem jutott. És oda tette a rövid kardját ide az álla alá, és hogyha esetleg a száznapos meditációja alatt elbóbiskolt volna, akkor az ugye a hegyébe belement. Na, ezt nem javaslom. Nem javaslom, de valami olyasmit, ami mondjuk fizikailag is ébren tud tartani, azt igen. Tehát mennyit szól, mennyit eszel, mit nézel, mennyit nézel, most hallottad, Omkára mestertől, hogy ez nagyon fontos. Fiatal vagy, a pszichofizikumodnak az energiáját nagyon rövid idő alatt, nagyon egyszerűen föl tudod tornászni az éberségi küszöb fölé, csak csinálni kell, jó? Én, nekem egy kérésem lenne, hogy megajándékoznátok-e minket egy-egy tanmesével? Én a legszebbet tudom mondani, én egy szufi tanmesét szeretnék megosztani veletek. Nem tudom, ki tudja, hogy kik voltak a szufik. A szufik olyan mohamedánok, akik az ezoterikus utat járták, például Rumi, Jalal al-Din Rumi is hozzájuk tartozik. Biztos ezeket a forgó derviseket is ismeritek. Gyorsan a tammese, erdőszéli iskola, első osztály, első nap, kis hat éves gyerekek mennek az iskolába, az első lecke, amit a tanítóbácsi tanít, az, hogy tanuljanak meg a palatáblán függőleges vonalakat húzni. A gyerekeknél ott csikorog a kréta, hol jobbra dől, hol félkör, mindenféle van, de egész nap húzogatják a függőleges vonalakat, hogy végre tudjanak egyenes vonalat húzni. Jön a második nap, tanító bácsi mondja, hogy haladni kell, fejlődni kell, kezdjenek el kört rajzolni. Gyerekek csikorgó krétával rajzolják a kis palatáblájukon a elipsziseket, tojásokat, néha sikerül egy-egy kör, kivéve egy gyereket. A kisgyerek az csak húzogatja tovább a vonalakat függőlegesen. Oda megy a tanárbácsi hozzá, és megkérdezi, hogy nem hallottad, hogy ma köröket kellene rajzolni? Szerintem, tanár úr, hogyan tudnék én köröket rajzolni, ha még nem tudok függőleges vonalat húzni? Látja a tanár, hogy itt egy pszichológiai esettel áll szembe, hagyja a gyereket, szól a szülőknek, hogy nem százas a gyerek, otthon le is rendezik, jön a harmadik nap, szól a tanárbácsi, hogy most egy függőleges vonalat csinálunk, és egy félkört teszünk rá, hogy sétapálca legyen belőle. Gyerekek elkezdik ismét rajzolni, a kisgyerek továbbra is húzogatja a függőleges vonalakat. Szülők bedurvulnak, nagyon csúnyán megbüntetik a gyereket, úgyhogy a gyerek elszökik otthonról, és többet nem is hallanak róla. Telnek, múlnak, az, telik múlik az idő, akár több mint egy évtized is, Egyszer csak megjelenik egy dalia az iskolába, a tanár már görnyedt, idős ember, de még mindig tanít, oda megy az iskolába óra utána, ez a csodálatos dalia, és megkérdezi a tanárurat, hogy megtetszik engem ismerni? Nem, fiam, soha nem láttam még ilyet a mi falunkban. Nem tudom, ki vagy. Azt mondja, én vagyok az a kisgyerek, aki, nem tudott függőleges vonalat húzni. Elmentem gyakorolni. Jaj, valamire már emlékszem, és megtanultál? Azt mondja, igen. Na azt mondja, menj oda a táblához, és húz egy függőleges vonalat. Elővette a Dalia a krétát, elkezdte húzni a vonalat, és szétnyílt a fal. Hát, mivel ilyen szépen kérted, én kettőt is egy rövidet meg egy hosszút. Az egyik szufi, és a másik is szufi. Mert ha már itt tartunk. Volt egy tolvaj. Ez a tolvaj egy családapa volt, és tolvajlásból tartotta el a családját. A fia követni akarta. És azt mondja, apám, taníts meg és hát nekünk azért tényleg jó dolgunk van. Nem tudom, mióta műveled, de a családunk jól él. Én is szeretnék. Jó van, fiam, gyere velem, megtanítalak. Eljött az éj, nagyon profi módon tudták, hogy kerítésen itt kell átmenni, úgy kell bemenni a házba, a kutyákat kikerüljük, minden profi módon megcsináltak, felérnek a kincses szobába, a felső emeletre, ott van a láda, megtalálják a kulcsot, kinyitják, már mindent ki is vettek belőle, és mondja az apa fiának, hogy Hát, figyelj, nézd meg még, a ládának, amely hát, ha van valami. A fiú, persze, azon a bekúszik a láda, mélyére, keresgél, apja rácsapja a fedelet, bezárja a kulcsot, edobja, kirongyol, és felverik közben a kutyákat, azok felverik a háziakat, felmennek az emeletre, látják, minden szét van pakolva, hallják a dörömbölést a ládából, hogy apa, 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 Kifeszítik, látják, mi van tolva, és így jól megverik, elképesztően megverik, és ezen kidobják a házból. A fiú az darabokra van szakadva, fája lelke, fája teste, hazamegy, és azt mondja: Apám, hát miért csináltad ezt? Édes fiam, meg akartad tanulni, hogy mi a tolvajság. Mit jelent az, hogy tolvajnak lenni? És a tolvajnak lenni az azt jelenti, hogy téged elkapnak és megvernek, és kidobnak a házból. Na, a másik mese, ami szintén szufi, de sokkal pozitívabb, szerintem mindannyiótok számára ismert, az Aladin és a csodalámpa. És tessék szíves lenni egy kicsikét a meditációs gyakorlat tükrében végignézni, hogy mi a szezám tárúj. Tehát említettük azt, hogy ugye jó esetben 95-96 a tudattalan a lényünknek lehet, hogy több. És akkor egyszer csak eljutsz addig a kapuig, ahogy csak ki kell mondanod azt, hogy szezám tár, és kinyílik egy barlang. Foglalkozott eleget pszichológiával, hogy a barlang a szimbológiában mit jelent. És oda a barlangba te lemész, és mindenfélét látsz, kincseket látsz gyönyörű fákat látsz, gyümölcsöket látsz, mindent látsz, de ha bármelyikhez hozzáérsz, kővé válsz. Nézzük meg a karmával való azonosulás problémáját, főleg amikor a tudattalanod ugye elkezd egy kicsikét dobni a filmet. És hogyha tényleg végigmész a barlangban azon az úton, ahogy kell, megtalálsz egy dísztelen, ütött, kopott Rézkancsót. Emlékezzünk az egyszerű és tiszta tanításra, mert az igazi önvalónknak a jeltelenségére vonatkozik. És te szépen kihozod ezt a részkancsót a napvilágra, a tudatosság gyönyörűséges terébe, ahol a napfény megvilágíthatja, és akkor te a hosszantartó, kedvel végzett egyhegyű gyakorlat segítségével, tehát egy kis homoktisztítás, ugye, kell ahhoz, hogy ez a kis jeltelen réz, kicsit elkezdjen fényesedni, és ekkor kiugrik belőle a gin, a géniusz, és megkérdezi, mit tehetek, kedves gazdám? Ugye tessék szíves ezen az analógián egy picikét uh, meditálni, ne sokat gondolkodj rajta, csak enged, hogy kinyíljon ez, és segítsen neked irányt találni a saját barlangodhoz, de mindannyiunk lámpásához. Utolsó kérdés. Kinek van? A múlt héten tanulja voltam annak, hogy egy ember egy, egy lapáttal majdnem agyonvert egy siklót. Egy teljesen veszélytelen állatot. Végül is nem verte agyon, mert, mert az állat élve maradt, de egy út közepén láthatóan iszonyatos kimban tekergett össze-vissza. Mi egy kisebb társasággal akkor jártunk arra. És az volt a kérdés, és nektek is ezt a kérdést szeretném feltenni, hogy ebben az esetben mi a teendőnk, Láthatóan már alig élt az állat, és valószínű, hogy magától is elpusztult volna, de órák múlva. Hagyjuk őt, hogy magától pusztuljon el, vagy pedig valaki egy jól irányzott ütéssel vegye el az életét, és ne hagyja, hogy tovább szenvedjen még órákon keresztül. Hangsúlyozom, csak, csak egy erdei sikló volt, de egy élőlény. A kérdés egyébként aztán egészen hamar megoldódott, rajtunk kívülálló ok okkal, történéssel, jött egy autó, és átment rajta. De ettől még a kérdés az, az nyitva maradt. Mit csinált Teréz anya? Kijött a kalkutai nővérek biztonságos otthonából, lement az utcára, és a sárban, szennyben szenvedőket bevitte egy házba, megmosdatta, akiknek tudta, hogy órái vannak hátra, és biztosította azt, hogy méltóságban elmenjenek. Ha szenvedést látsz, akkor mindig a részvét a feladat. Nem kell neked döntened arról az életről, engedjük meg, ahogy az autó is befejezte a történetet, nem kell nekünk ebben ítélkezni. Biztosítsuk a méltóság teljes körülményeket minden érző lénynek. Én az emberrel foglalkoztam volna, nem a Siklóval. És e, ha van mód és lehetőség, akkor egy rajzot készítettem volna neki, amelyet egyébként egy más formában, egy jóga központban láttam. És a rajzon ott van ő ember alakban, Sikló fejjel. És ott van a Sikló alatta az ő ember fejével. És a sikló emeli föl az elsőt. És csak alá kell tenni azt a szót, hogy karma. Az eredeti az, az ökör volt, és a mészáros. Úgyhogy ez az, ami esetleg olyan, hogy téged nem érezel bántódás, de neved biztosra, mert pont az ilyen ember az, aki nem tanítható, és rendkívül defenzív akkor, hogyha ezt elé teszik. A siklónak megvan a saját karmája ezzel, meg az embernek is. És én azért nem állnék közé, azért nagyon hasonló a látásmódunk, mert te úgy látod, hogy menthetetlen, de lehet, hogy mégis meggyógyul. Tehát elképeszt, az ember által elképzelhetetlen helyzetekből jönnek vissza állatok, növények, hogyha hagyod. De ha elmegy, akkor elmegy, és a másik ember karmája az, ezt úgy mondom, hogy létezik az emberi birodalomban a kegyes halál. De ez egy teljesen más helyzet, amikor egy ember életéről dönt saját maga, vagy pedig mások. És itt van egy óriási határ, amelyet szerintem megfelelő érzésű, megfelelő bölcsességű lény nem lép át. Nos, ha még bárkinek van úgy, hogy nem nagyon tudja, köszönöm. nagyon szívesen, nem tudja magában tartani a következő találkozásunkig, még itt a lehetőség, és utána boldogan megyünk haza. Tiszteletem, megköszönöm Onkár a Veres András és tanítványainak jelenlétét a mai napon a templomunkban. Hálás vagyok a közösen kifejtett tanításért, és remélem, hogy ennek a közeljövőben folytatását láthatjuk. Számomra mindig új útmutatást és szellemi felpesdülést jelent társaságod és a tanítványai társasága is. Remélem, hogy továbbra is együtt haladhatunk az úton, és nagyon sok lénynek segíthetünk, beleértve saját magunkat és egymást is. Köszönöm szépen. Köszönöm, szépen. Köszönöm hogy itt lehettem veletek. Om Namah Shivaya. Om Mani